növényi szöveteket fogunk megvizsgálni a mikroszkóp segítségével. Elsőként bőrszövetet vizsgálunk, megnézzük, hogy hogyan kapcsolódnak össze a sejtek, aztán megnézzük, hogy a kiválasztó szövetben milyen formában tárolódnak a kiválasztott anyagok, és végül megnézzük azt is, hogy például egy muskátli levélnek a színén és a fonákán milyen különbségek találhatók a bőrszövet felépítésében és működésében. Kezdjük először a hagyma nyúzattal. Legelőször is veszünk egy táglemezt, a táglemezre vizet csöpögtetünk, és utána a felvágott hagymából ugye leválasztunk egy részt, és amikor ezt leválasztottuk, akkor csipesszel azt a vékony hártyát, amit belül található, lehúzzuk. És a kis hártyát, amit itt lehúztunk, rátesszük erre a csepre, ugye a lándzsatű segítségével, és amikor ez megvan, akkor lefedjük. A lefedés után mikroszkópba helyezzük a mintát, és megnézzük, hogy milyen a sejtek alakja. Pillanat. Jó, most belehelyezzük a mikroszkópba, és megnézzük a sejtek alakját. A bőrszöveti nyúzatát látjuk a képen. Nagyon jól lehet látni a sejtfalak vonalát. Más sejtalkotót ilyenkor még nem lehet látni, ezért fogjuk megfesteni a mintánkat metilénkék oldattal, és akkor kiderül, hogy milyen más sejtalkotót is lehet látni. Ami ezen a képen látható, a szorosan illeszkedő sejtek, a hosszúkás, gyakran hegyben végződő sejtfalak, ezek adják meg a hagyma bőrszövetének az alapját. És akkor most ugye ezt a mintát beletesszük egy festék oldatba. Ez a festék oldat a metilénkék oldat. És ugye a leválasztott bőrszöveti nyúzatot belehelyezzük a festék oldatba, és pár percig hagyjuk állni. A hagyma bőrszövetét a metilénkék oldatba 5 percig áztattuk. Ezt most áthelyezzük egy másik óraüvegre, látszik, hogy szép kék, és most cseppentő segítségével vizet csepegtetek rá, átmossuk a festéket, hogy ne maradjon túl sok kék festék benne, mert akkor túlságosan sötét lesz a kép. Amikor átmostuk, akkor most veszünk egy táglemezt, és arra óvatosan ráhelyezzük a megfestett hagyma nyúzatot. Ráhelyezzük, és megpróbáljuk szépen elegyengetni, hogy ne legyen több sejtsoros, mert akkor nem lehet jól látni. Rácsepegtetünk a vízből egy cseppet, lefedjük. Megint óvatosan, hogy minél kevesebb levegő buborék legyen benne. A csepp széléhez fordítjuk a fedőlemezt, szépen lassan kihúzzuk, és ezt a mintát megvizsgáljuk a mikroszkóp alatt. Nézzük meg, hogy mennyire festette meg a hagyma nyúzatot a metilénkék festék. Előtte azonban egy kisebb nagyítással állítjuk, hogy megtaláljuk a sejteket, a megfestett sejteket, és amikor ezeket megtaláltuk, akkor nagyítunk rajta. Mindjárt keresek egy olyan helyet, ahol még szebben látszik, mondjuk ezen a helyen. Jó. Tehát most kis nagyítással megkeressük ugye a legszebb helyeket, ahol elég élesen látszik, hogy a metilénkék megfesti a sejtfalakat, és még valamit. Ugye látjuk a sejtek közepén ezeket a kerek foltokat, ezek a sejtmagok, tehát most már tudjuk, hogy a metilénkék oldalt a
sejtmagot és a sejtfalat festi meg, más sejtalkotót nem, tehát tulajdonképpen csak ennyit láthatunk a metilénkék oldat segítségével. Most próbáljuk egy kicsit felnagyítani, hogy még jobban lehessen látni, hogy például a felső részen több olyan sejt is látható, ahol ugye ezek a foltok, ez már ugye természetesen nem, de ezek a foltok itt a sejtekben lévő sejtmagok. Thank you.